kívánok, hogy jó estét kívánok, együtt köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Igazán kedvesek, sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza, és itt az én kis drága közönségemet a stúdióban. Visszatérünk a hagyományhoz, felolvasok valamit az elején, hogy néha azért kacagjunk is, mert a világ borzasztó, de néha jól esik röhögni. No, hát akkor nagyon figyeljünk. Amit felolvasok, azon mi fiúk fogunk röhögni, majd megnézzük, hogy a csajok milyen arcot vágnak hozzá, jó? Következő. Én a feleségemtől kaptam speciál. Egy nőt nem nehéz boldoggá tenni. Csak legyél neki. Barát, társ, szerető, kisöcsi, bátyuska, apa, tanár, nevelő, gyóntatópa, lelkitárs, szakács, autójavító, barkácsmester, villanyszerelő, sofőr, hordár, takarító, lakály, fafaragó, modell, lakberendezési mérnök, szexológus, pszichiátriai szakorvos, és természetesen az is fontos, hogy legyél kedves, sportos, okos, erős, jól nevelt, határozott, gyengéd, érzékeny, romantikus, férfias, Móka Miki, vidám, de mégis komolyan veendő, bátor, Mici Mackó, energikus, gondoskodó, ideákban gazdag, ügyes, szerény, megértő, elegáns, egyértelmű, szeretetteljes, hidegvérű. Legyél szenvedélyes, engedékeny, becsületes, adakozó, gyakorlatias, igazságos. Legyél kész érte bármire, akár bankot is rabolni. Legyél reménytelenül szerelmes, de állandóan. Legyél nyugodt, sármos, hűséges, álmodozó, karrierista, megbízható, nézzen fel rád mindenki, és legyél kész az áldozatokra. Ugyanakkor ne legyél féltékeny, de azért mégis legyél aggódó. Jöjjél ki a rokonságával, de azért ne tölts velük túl sok időt. Adj a nőnek szabadságot, de mégis mindig érdeklődj, hogy hol és kivel volt. Öltöz elegánsan, de legyél mindig kész akár a hátadon hazacipelni, térdig érő sárban, majd bemászni az erkélyen, ha otthon felejtette a kulcsát. Vagy elkapni és megverni a tolvajt, aki ellopta tőle a retiküljét, amiben olyan fontos dolgok voltak, mint a tükör és az ajakrúzs. Mindössze ennyire van szüksége egy nőnek, hogy boldoggá tett. Soha nem szabad elfelejtened a születésnapját, a névnapját, a házassági évfordulótokat, az első csók évfordulóját, hogy mikor menstruál, a fogorvosnál foglalt idejét, és a legjobb barátnőjének és a kedvenc nagynéniének a születésnapját. Sajnos a fent említettek tökéletes betartása nem biztos, hogy eredményre vezet, a nő ugyanis belefáradhat a tökéletes férfi jelenlétébe, és megszökhet az első gitárossal. Nézzük a másik oldalt. A férfi boldoggá tétele sokkal nehezebb. Ez azért van, ugyanis a férfinak szüksége van szexre meg kajára. A nők nagy része ezt a borzasztó igényességet rabszolgasának érzi, ezért az igények kielégítése meghaladhatja a nő erejét. Azért én láttam a lányokon, nem volt mindenkinek őszinte a mosolya. Pedig szerintem az írás szerzője a t-nél ragadta meg a problémát. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, akkor eddig volt jó kedvünk, most pedig megnézzük, hogy is néz ki a világ. Először megnézzük képileg, ez is már lassan hagyománnyá válik. Újra és újra bemutatok néhány izgalmas videót arról, hogy éppen hol tart a nyugati világ. Most éppen Kanadába fogunk látogatni. Nézzétek csak!
Egy napmuzulmán többség lehet itt Kanadában, igen itt. Nálunk kanadai törvények vannak, te pedig azt mondod, hogy sáriát akarsz bevezetni, ami helyettesíti a kanadai jogszabályokat. Amennyiben többségben leszünk, nem lesz más választásod. Menj az uralkodóhoz és mondd el, hogy változtassa meg a törvényeket. Megváltoztatni a törvényeket, uram? Sáriára? Nem, úgy változtassa a jogszabályokon, hogy több muzulmán ne jöjjön Kanadába. Minden hűségünk és lojalitásunk a vallásunk iránt van, nem az uralkodó irányába, hogy őszinte legyek. Amikor elmentem esküdteni, csendben voltam. A te felelősséged volt, hogy megbizonyosodj afelől, hogy mindez bennem van. Így, amiért nem mondtam semmit, senki miatt nem terhel engem felelősség. Ő egy muzulmán volt, de legalább reálisan látja a helyzetet. És elmondta őszintén a riporternek. Ha többen leszünk, sáriá lesz. És az összes többi a te felelősséged, hiszen te engedtél be minket. Ez legalább egy értelmezhető, kézzel fogható mondat. Európa pedig a következőképpen néz ki. Nem tudom, hogy találkoztak-e a hírrel. Én nem tudok vele mit kezdeni napok óta. Emlékeznek még arra, 3 évvel ezelőtt történt az eset, amikor is a hamburgi Stadtparkban 2020. szeptemberében 9 migráns megerőszakolt egy 15 éves német kislányt. 9-en 15 éves német kislányt. Csoportos nemi erőszak, ez a rettenet, ez több mint 3 órán keresztül tartott, annyi ideig erőszakolták ezt a szerencsétlen lányt. 3 éve. Az elmúlt 3 évben volt 100 tárgyalási nap, mind a 9 vádlottat, akik közül szeretném hangsúlyozni, egyik sem kiskorú, 19 és 23 év közöttiek. A bíróság mind a 9-et bűnösnek találta, és a hét elején ítéletet hozott a bíró. A 9-ből 8 hazament, nem kapott semmit, és egy kapott egy himi-humi börtönbüntetést. Németország. Tessék szíves lenni nekem megmondani, mit üzen ez az ítélet? Egyfelől a migránsoknak, másfelől a német társadalomnak. A migránsoknak nagy valószínűséggel azt üzeni az ítélet, hogy gyertek, nyugodtan erőszakoljátok meg a lányainkat, meg a asszonyainkat, semmilyen következménnyel nem kell számolnotok. Ezt üzeni? Nem tudom, lehet, hogy bennem van a hiba, de nem nagyon tudok leszűrni más üzenetet. Igen. És mit üzen a német többségi társadalomnak? Nemes egyszerűséggel azt, hogy ti le vagytok szarva. Veletek már bárki bármit megtehet. Veletek azt csinálnak, amit akarnak, az állam és az igazságszolgáltatás nem fog benneteket megvédeni. Itt sem nagyon látok más üzenetet ezen kívül. És hogyha ezt a német társadalom lenyeli, már pedig úgy néz ki lenyeli, mert például még nem rángatták ki az utcára ezt a bírót, nem tépték le róla a talárt, nem hempergették meg szurokban és tolban, és nem rugdosták végig az utcán, hanem ez a gazember, ez jövő héten majd megint felül a pulpitusra, és megint ítélkezni fog. Ha a német társadalom ezt eltűri, akkor mindazt, ami ezután következik, meg is fogja érdemelni. Minden esetre, ha a kanadai muszlim migráns azt mondja, hogy ez a ti felelősségetek, majd elolvasod ezt a bírósági ítéletet, akkor az összefüggés azt hiszem nyilvánvaló. És tudják, mi volt még gyönyörű? Azt bírta mondani a bíró az ítélet indoklásakor, hogy hát végül is, Istenem, mit csináljunk? Hát abban a kultúrkörben, ahonnan ők jöttek, a csoportos nemi erőszak az egyfajta ilyen identitásképző cselekmény sor. És hát szegények, hát azt gondolták, hogy ez itt tök rendben van. Tényleg? Én úgy tudtam, hogy a római jog óta, ami, ha jól tudom, a mai napig a nyugati világ az európai igazságszolgáltatás egyik alapja, nem véletlen, hogy a jogtudományi egyetemeken ez a buktató tárgy, a római jog mind a mai napig. Én úgy tudom, hogy már ott leírták, hogy a
törvények nem ismerete az nem mentesít a felelősségre vonás alól. Úgy látszik, ezt a német bíró nem tudja. Lehet, hogy kettese volt római jogból. De hogy nyugodjunk meg, mert Németországban ugyan csoportos nemi erőszakot elkövető állatokat nem ítélnek semmire, de azért Európa más helyein rettenetesen nagy a szigor. Ez pedig Írország. Írországban a minap történt ugyebár, hogy három gyereket és két felnőttet egy algériai migráns megkéselt az utcán, mely után zavargások törtek ki Dublinban. Már a múlt héten elmondtam azt a mondatot, hogy én tökéletesen megértem, hogy az írak az utcára tódulnak, mert egyszerűen nem bírnak mit kezdeni már a felháborodásukkal, meg azzal, hogy ellepte őket ez a pest is. És már múlt héten elmondtam, hogy azt viszont nem értem, hogy miért kell ezügyben boltokat fosztogatni, meg a saját rendőreikre támadni. Nem értem. Minden esetre az egész ügy fejleménye ma az, hogy az ír miniszterelnök, Varadkar úr bejelentette, hogy rettenetesen meg kell szigorítani a gyűlölet elleni törvényeket, és modernizálni kell az ezirányú törvényhozást, és mindjárt be is nyújtják a parlamentnek a szigorításokat, amelyeknek, ahogy fogalmaznak, új jogszabályra van szükség, ezt néhány héten belül be kell vezetnünk. Itt nem csak a közösségi média platformoknak van felelősségük, hanem azoknak is, akik a gyűlöletkeltő és erőszakra buzdító tartalmakat feltöltik az internetre. Itt tehát a törvény teljes szigorával le kell sújtani. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy a rasszizmus és a xenofóbia közvetlen erőszak, a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása ellen, ezen elvek ellen, amelyekre az Európai Unió alapul, és amelyeket a tagállamok is osztanak, ez ellen a törvény teljes szigorával fel kell lépni. Pauline O'Reilly, zöld párti, vajon milyen szenátor, mindjárt azt is hozzátette, hogy igen, most majd korlátozzuk a szabadságot, de ezt a közjó nevében tesszük. Magyarul, lefordítva, Írországban, ha ezt elfogadják, szélsőséges esetben börtönnel is fenyegethetik azokat az ír polgárokat, akik olyan anyagok birtokában vannak, amelyek bizonyos védett tulajdonságokat kritizálnak. A védett tulajdonságok közé tartozik természetesen az, hogy nem vagy ír, hanem migráns vagy, meg hogy mi a nemi identitásod, meg a gender, meg a stb. Ha te ezt kritizálod, akár vicces formában, akkor elmehetsz a börtönbe. És megfordítva mindazt, amit mi eddig az európai jogrendről tudtunk, nem a bűnösséget kell bizonyítani, hanem a megvádoltnak az ártatlanságát. És ha például a telefonodon vagy a laptopodon van ilyen anyag, de te az eljárás során nem adod meg a PIN kódodat vagy a jelszavadat, hogy azt ők meg tudják nézni, akkor már azért börtönbe kerülhetsz, mert nem adtad meg a PIN kódodat. Németországban nem megy börtönbe a csoportos nemi erőszakot elkövető, Írországban pedig, ha mondjuk ad abszurdum, ma fölteszed a laptopodra Brian életéből a vonatkozó jelenet sort. Tudod, mostantól hívjatok Lorettának, mert gyereket akarok szülni. Ha ez rajta van, akkor elmehetsz börtönbe, főleg, ha nem adod meg a PIN kódodat. Emberek, ezért érdemes volt fejlődni, nem? De hogy visszatérjünk Németországba, mert ott nagyon szép az élet. Németországban, egészen pontosan a Bundestag családügyi bizottságán felszólalt az egyik német képviselő, egy bizonyos Tessa Ganserer. Hát, szerintetek milyen párti? Zöld, köszi. Zöld párti a mi kicsi Tessánk. Tessa egyébként egy kétgyermekes apa.
A személy igazolványában szereplő és a politikai pályafutásának korábbi szakaszában használt férfi nevének a kiejtése ellenben, ha te ma Tesszát a születési nevén merészelnéd szólítani, azért 10 000 eurós büntetést kapnál. Na Tessa, aki transznő, ő most a Bundestagban a bizottsági ülésen ül. Kis fekete átlátszó csipke topban és egy műmelleit takaró szexi fekete melltartóban. Miközben a Bundestagnak van egy leírata arról, hogy a Bundestagban a képviselő csak a helyet megillető, méltóságteljes öltözékben léphet be. Ez a kicsike szardarab, ez viszont effektív, büdös p***ának öltözik, és úgy jár be, senki az ég egyet a világon egy rohadt szót nem mer szólni neki. És igazából ugye az a kérdés, ami még fölvetődik, hogy szóval egyrészt miért hiszi azt ez a barom állat, hogyha ő nőnek gondolja magát, akkor mindjárt p***nak kell öltözni. Miért imigen demonstrálja a mi kicsi Tesszánk, hogy ő nő? Meg is jegyezte egyébként valaki ott a képviselők közül, hogy hát azért jelen pillanatban egyetlen egy nő nincs a Bundestagban, aki ilyen öltözékben jelenne meg. Nemhogy a Bundestagban, egyáltalán az utcán. De Tesszának nem szólunk. Tesszának jogai vannak. És ha Tessa jövő héten anyaszült mesztelenül megy be úgy, hogy zoknit húz az egyébként hatalmas f***ára, az is tök rendben lesz, hiszen ő transznő b***ki. Neki ezt is szabad. Hát nem csodálatos dolog a szabadság, gyerekek? Nem erről beszéltünk mindig, amikor itt a fal rosszabbik oldalán ücsörögtünk, hogy egyszer mi is eljuthatnánk oda, hogy a kicsi Tessa bikinibe és csipketokba járjon a parlamentbe. Meg hogy a muszlimok elmondhassák végre, hogy majd sariát fognak bevezetni. Meg hogy és a többi és a... Meg hogy nyugodtan megerőszakolhassák a gyerekeinket mindenféle következmények nélkül. Én határozottan emlékszem, pont erről álmodoztunk. Viszont, hogy mondjak jó híreket is, Ukrajna nagyon sokat haladt előre a Európai Uniós tagsághoz vezető úton. Ukrajnában például már nagyjából minden rendben van, és a korrupció elleni harc is óriási lépésekkel halad előre. A legfrissebb hírek szerint ugyanis éppen most derült ki, hogy az ukrán hadsereg tisztjei lophatták el az ukrán hadsereg élelmiszerkészleteit. Hát van ennél szebb pillanat a Földön, emberek? Most gondoljatok bele, abba az országba, ami háborúban áll effektív, és ott a hadsereg tisztjei ellopják a saját bakájuk kajáját, és eladják. Hát, és nekünk miközben ez folyik, nekünk naponta el van mondva, hogy hát Ukrajna mennyire csodálatos hely, ott picsoda fantasztikus, hősies küzdelem zajlik, ott már a korrupciót is legyőzték, és egyébként halált megvető bátorsággal harcolnak az oroszok ellen. Csak közben ellopják a káposzta konzervet, érted, és eladják. Ülsz, és nem hiszed el. Van itt a kedves közönség között volt katona, hát azért az dögös lett volna, nem? Még a szocializmusban, mikor én is voltam katona, azért megnéztem volna, hogy egyszer csak hirtelen eltűnik a laktanyából a kaja, mert valamelyik tisztünk eladta a fekete piacon, annak azért lettek volna következményei. Ukrajna ma itt tart, de semmi baj, mert éppen meg akarjuk velük kezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat, ott annyira nagyszerű a helyzet. Drágáim, tartunk egy rövid szünetet, a második részben pedig Kovács Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messzire.
Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Szevasz! Szevasz! Jó estét! Esküszöm, ti vagytok a műsorvezetők rémálmai ezzel a titulussal. Ennél csak sokkal jobbak vannak. Tudom, ült már itt pár nehezebb is. Viszont most, mint nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, most kommunikáltál nemzetközileg egy olyan felháborító ügyben, ami 24 órája, ugye most pénteken veszik fel az adást, 24 órája ezen őrjöngök. Történt ugyanis, ha valaki nem olvasta volna, mindannyiunk nagy kedvence Pressman nagykövet elment a 12. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál megnyitójára, ahol mondott egy nagyívű beszédet, amelyben a következőket fejtette ki. Az antiszemitizmust Magyarországon a kormány bátorítja. Ellentétben a hivatalosan hangoztatott zéró tolerancia elvével, majd kifejtette azt is, az antiszemitizmus nem a zsidók fizikai biztonsága határozza meg. Tény, hogy bárhol, ahol az antiszemitizmus megengedett, vagy néha még bátorítják is, a zsidók nincsenek biztonságban. És ez volna Magyarország, mondotta volt Pressman. Nehéz nekem most, Zoli, mert mégiscsak a kormány képviselőjeként ülsz itt, úgyhogy azokat a szavakat most mind nem mondom el, amit gondolok, jó? Mit szólsz ehhez egyébként? Mi sem azokat a szavakat mondjuk el, amit gondolunk feltétlenül. De biztos mindenki emlékszik a klasszikusból a történelmi szellem vasútjára. Na, ez egy olyan dolog, szerintem Présember úr a történelmi szellem vasútján ül, és ez valahol az SZDSZ-es időkbe vitte vissza, mert ez akkor volt divat. Igen. És mindig mindenki csodálkozik azon, amikor azt mondjuk, hogy a liberálisok, meg amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy a liberálisok azok a mai kommunisták. De az, hogy ez a vörös farok, amit a 50 év, majdnem 50 év kommunizmus alatt minden egyes megszólaláskor, bármilyen a TSZ értekezlettől a központi bizottság találkozóig mindig el kellett mondani, az láthatóan nem ment ki a divatból az SZDSZ-es idők óta a balos amerikai kormányok, illetve képviselőik, ez esetben egy nagykövet esetében. Ja, Amerikában ebből rendszert csináltak. Minap láttam egy jelentésben, hogy a szenátusban vagy kongresszusban lényeg, hogy egy készülő jelentéstervezetben hogyan kell dolgoznunk azon, hogy vegyék már észre magukat, és talán itt a dolognak a lényege. Hát abban a közegben, amit az elmúlt két hónapban most már, október 7-e után különösen, de egyébként már előtte is, az Egyesült Államokban, a Nyílt utcán, a legnevesebb egyetemek kampuszain, a Rockefeller központ tövében zajlik, ahol nem antiszemita bekiabálások vannak, hanem zsidókat vernek meg, agyon is vertek egyébként egy ember, tehát belehalt a sérüléseibe. Tehát ezek után bárkinek Amerikából van arca azt mondani, hogy itt Közép-Európában, és ezen belül is Magyarországon van probléma az antiszemitizmussal, és előveszi azokat a régi kliséket, amelyek már akkor sem voltak igazak a 90-es években, amikor mondták őket, az mindenképpen felháborító, és én azt gondolom, hogy ennek szellemében kellett most egy picit azért visszaszólni. Ma, ahogy beszélgetünk ugye a felvétel napján, Dajcs Tamás barátom, aki autentikus személyiség ez esetben, ő is azért elmondta, hogy ő sosem gondolja, hogy amikor ő valakivel szemben kritikát fogalmaz meg, vagy őt kritizálják, akkor a zsidó személyiségét kritizálják. Tehát egy olyan politikai közegben, amelyben a Soros Birodalom évtizedek óta dollár, nem milliárdokat, hanem 10 milliárdokat költött külföldi befolyásolásra arra, hogy nemzetek szuverenitását megsértve és átlépve olyan intézkedéseket valósítsanak meg egyes országokban, amelyek mondva csináltan az amerikai érdeknek, de alapvetően inkább ugye az ottani baloldali érdekeknek felelnek meg, de valami egészen más kódot, más programot képviselnek, mint a nemzetállamok, illetve ezek az államok. Nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra, mert előszeretettel mossák össze, és tudatosan mossák össze azokat a témákat, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak egymáshoz. És hát hadd jegyezzem meg ennek kapcsán, hogy mondjuk Soros György az az ember, akit ázsiai országok
sok ázsiai ország hosszabb, rövidebb időre persona non grataként kitiltott a saját területéről, de ki volt tiltva Soros Györgyet adott pillanatban Nagy-Britanniából is. Hát, mondhatjuk azt is, hogy amikor az izraeliek hogyan viszonyulnak hozzá, mert ők pontosan tudják, hogy az a tevékenység, amit ott folytat, nem mellesleg egyébként például az izrael ellenes arab, illetve palesztin csoportok támogatása és hergelése, az milyen következményekkel jár. Igen, csak ugye ebből akkor értelemszerűen következik az álkérdés, hogy vajon Pressman miért nem antiszemitázza le Nagy-Britanniát. Hiszen még egyszer mondom, Nagy-Britannia Soros Györgyöt kitiltotta a területéről akkor, amikor Soros György sortolta a fontot, és majdnem letérdeltette a brit fizetőeszközt. Akkor kitiltották. De nem a zsidót tiltották ki, hanem azt a rohadt gazembert, aki ezt csinálta velük. Megint nehéz helyzet, tudom, a kormány képviselője vagy, de megkérdezem. Úgy fogalmaztál, hogy ez volt az a pont, amikor azért minimum vissza kellett szólni Pressmannak. Nincs köztünk vita. Mi kell ahhoz, hogy a külügyminisztérium egy nagykövetet behívasson, és hivatalosan elmondja neki, hogy ezt most fejezd be, vagy takarodj haza? Hát én azt gondolom, hogy a demokratákkal való viszonyunkban, ha lehet így fogalmazni, tehát a mostanában a demokrata vezetése való viszonyunkban, ezt mint Szijjártó Péter, meg természetesen a miniszterelnök már tisztába tette, hogy ezt hol kell kezelnünk. És nem érdemes több energiát fektetni annak a megváltoztatásába vagy kezelésébe, amit úgysem lehet megváltoztatni. Azt szoktam mondani, ez egy determinált személyiség, illetve adottság. Mi nekünk már nem okoz álmatlanságot vagy nehéz napokat, mert még egyszer, ez már 90-es években is ciki volt, amikor ezzel a vörös farokkal próbálkozott valaki egy szánalmas, bocsánat, hogy ezt mondom, egy tévés vagy filmfesztiválon ezzel példálózni. Nem érdekel ez már senkit. Én azt gondolom, hogy a Magyarországon élő zsidók pontosan tudják, hogy ettől a magyar államtól 2010 óta milyen védelemre, mire számíthatnak, és ez nem csak, hogy megállja a helyét nemzetközi összehasonlításban, hanem kimondottan példamutató. Hosszú bűnnek, hosszú történelmi bűnöknek, illetve próbálkozásoknak hosszú az árnyéka, előbb-utóbb ez az árnyék is elfogy már. Akkor ugorjunk vissza Európába. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a Karmelita Kolostorba látogatott, és négy szem közti tárgyalást folytatott Orbán Viktorral, amit érthetően elég nagy sajtó visszhang előzött meg, főleg a bal liberális oldalon, ahol próbálták kitalálni, hogy vajon miért jön ide Charles Michel, és mi a látogatás igazi, valódi, titkos, hú, nagyon-nagyon összeesküvés elméletszagú háttere. Mit lehet tudni erről az egész találkozóról? Miért jött ide, miért nem a miniszterelnök ment oda, és mit szeretett volna elérni, és mit sikerült elérni? Szerintem az a tény, hogy mekkora volt előtte a felhajtás, és ekkora, már bocsánat a kifejezésé, kus volt utána, az nagyjából el is mondja, hogy mi történt, mi történhetett. Sokkal könnyebb lenne neki is, mármint Charles Michelnek, mindenképpen a bizottságnak is, bármelyik uniós intézménynek, ha végre elfogadnák azt, amit 14 éve mondunk nekik egyébként, hogy a miniszterelnök esetében mindenképpen is legfőképpen, de bármelyikünk esetében, aki a nemzetközi térben beszél, és amit mondunk, Szijjártó Péter ugye azért itt az elmúlt években szerintem ezt egy új minőségre fejlesztette külügyminiszteri személyében. Mindig azt mondjuk, amit akarunk, amit szeretnénk mondani, és mindig azt értjük alatta, amit mondunk. Tehát nem kell másodlagos gondolatokat keresni. Tehát amikor egyszerű tőmondatokkal, állító mondatokkal, és időnként pedig kérdéseket feltéve elmondjuk, hogy ugyan átgondolták-e azt, hogy egy háborúban álló ország, amely nyilvánvalóan nem felel meg semmilyen olyan kritériumnak, amely alapján el lehetne kezdeni vele beszélgetni arról, hogy Európai Uniós tag legyen. Ugyan minek nyitjuk meg azt a fejezetet, amellyel nem csak Magyarország, hanem egy sor másik állam sem ért egyet alapból. Különösen miért tesszük ezt annak hiányában, hogy bármiféle előzetes felmérés, hatástanulmány, következtetésekre való orvosság megmutatása felvetődött volna, akkor miért nem hiszik el, hogy ez a valódi ok? Én azt gondolom, hogy itt az utolsó interjújában, a rádió interjújában a miniszterelnök egyértelműen fogalmazott. Jelen pillanatban a magyar nemzeti érdekkel nem egyezik,
nem esik egybe Ukrajna Európai Uniós tagsága. Nem azért, mert nem szeretnénk az ukránokat, nem akarnánk nekik segíteni, hanem azért, mert bocsánat a kifejezésért, de szembe köpne minden olyan erőfeszítést, amit az Európai Unió eddig mondjuk a nyugat-balkáni államok csatlakozásával kapcsolatban tett, ahol ugye az angol úgy mondja, hogy merit-based, azaz eredmény alapú, tehát a teljesített feltételek, illetve az előrehaladás fényében van évekig, most már évtizedekig tartó tárgyalásorozat, most szegény törököket tegyük is félre, mert ugye őket már 30 éve áltatják ezzel, és ezt megpróbálni beelőztetni egy olyan politikai döntéssel, aminek az alapjai is hibásak, illetve nem voltak felmérve, az egy olyan politikai hiba lenne, amit az Európai Uniónak nem szabad elkövetnie. És hát ugyanez az érvényes gyakorlatilag az úgynevezett 7 éves költségvetés az MFF felülvizsgálatára. 3 év telt el. Semmilyen tanulmány nem készült arról, hogy hogyan használták fel eddig a forrásokat. Zárójelbe jegyezzük meg, nagybetűvel azon belül. Nekünk egy kanyi vasat nem adtak. De hol a lóvé, hol a pénz, ami nekünk jár. Hogy lehet az, hogy 3 év se telt még el, de már felülvizsgálatot akarunk csinálni, egy kimenő bizottság, ami itt jövő év második felében a magyar elnökség alatt egyébként remélhetőleg egy új bizottság fog követni, és úgy, hogy június 6-a és 8-a között, 6-a és 9-e között Európában európai parlamenti választások lesznek, tehát jön egy új európai parlament, amelyet nyilván késztények elé szeretnének állítani egy ilyen dologgal. Hogyan lehet neki menni egy felülvizsgálatnak érdemi hatástanulmányok, érdemi kimutatások, érdemi elszámolás nélkül, meg annak a megválaszolása nélkül, hogy erre miért van szükség. Meg hát egy sor más ilyen idézőben apró kérdés jön, miért kellene beletennie az unió alapköltségvetésébe Ukrajna támogatását? Mit keres az ott? Mit feltétel? Tehát, hogyha az ember a sorok között olvas, és bocsánat, hogy megint ide visszakeveredek, de ez ilyen kommunista tempó. Tehát régen a sorok között kellett megtalálni az igaz értelmét. Meg hogy miért kell most felvetni az intézményi átalakulásnak azt a vetületét, amelyben felvetődik a idézőben a vétójognak az elvétele, magyarán az egyhangú döntésnek az elvétele, amit a miniszternek olyan szépen kifejtett, hogy mi nem vétózunk semmit, mert addig, amíg nem értünk egyet, nincs közös európai döntés. És ez persze fáj annak az elitnek, annak a bürokráciának, ami az Európai Parlamentet, a bizottságot uralja, amely elitista, a demokráciával mit sem törődő álláspontból próbálja a saját igazát, a saját politikai agendáját előre eltervezett útját egyengetni, nem számít ez a dolog. Szóval miért nem mondják azt, hogy úgy akarjuk, azért akarjuk bővíteni az Európai Uniót, és úgy akarjuk megújítani, hogy az összes akadékoskodó hangot kiiktassuk belőle. Csak a nagyok szava meg, amit Brüsszel mond, az számítson, töröljük el azt, ami a legfőbb garanciája egyébként a tagállamok szuverenitásának, és akkor szerintem itt helyben is vagyunk, megkapják azonnal a választ, elmondtuk nekik előre. Ezért van szükség a szuverenitásvédelmi törvénycsomagra, és ezért van most egyébként nemzeti konzultáció arról, hogy a különböző témákat illetően is tényleg az adóztatás, az energiapolitika, a rezsivédelem kérdése, a gyermekvédelem és egy sor más kérdést egybefűzve, miért van szükség arra, hogy a szuverenitás védelméről egy törvény határozzon, kettő, megkérdezzük a magyar embereket, így a választások közepette is egyébként, hogy mégis mit gondolnak erről a dologról. Na, erre mindjárt visszatérünk, de muszáj még egy picit Ukrajnánál maradnom. Ma, vagyis pénteken reggel, a kis reggeli kávém mellé végre elolvastam, amiről én már tudtam. A Mandiner lehozta egy cikkben az Európai Unió illetékesének azon jelentését, itt az adásban már talán múlt héten is beszéltem erről, ami arról szól, hogy az Ukrajnának a tárgyalási csatlakozás megkezdéséhez feltételül szabott különböző pontokat, amiket teljesítenie kell, hogy ebből Ukrajna mit teljesített. Erről van egy uniós jelentés. Ebben a jelentésben pedig le van írva, hogy Ukrajna semmit sem teljesített. A kisebbségvédelemből, szabad nyelvhasználatból, oktatásügyben, büntetés végrehajtás és büntetésügyben, korrupció ellenes harcban. Magyarán le van írva egy uniós jelentésben, hogy Ukrajna alkalmatlan arra, hogy megkezdjük vele
a csatlakozási tárgyalásokat. És ezen jelentés ismeretében és birtokában jön Ursula von der Leyen, és belemondja a kamerába, hogy Ukrajna a háború ellenére is csodálatos léptekkel halad előre, kezdjük meg a tárgyalásokat. Zoli, ezt így hogy? Mindezt a Politico nevű megmondó újság egyik fórumán, talán 2-3 nappal ezelőtt. Ugye ez a nagy kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy a valósággal szemben, amely, most mondjuk ki, megengedhetem magamnak ezt a nyerseséget, ebben a pillanatban Ukrajna a csatlakozási tárgyalások elkezdéséhez szükséges feltételek egyikét sem teljesíti. Pont. Kijelentő mondat. Hogyan lehetséges, hogy a valóság fényében a bizottság elnök asszonya egy fórumon, nyilvánvalóan egyébként egy olyan fórum volt, ahol a jövő évi választásokra, illetve az ő saját politikai karrierjének a folytatását, illetően belebegtette a folytatást, képes ilyen mondatot mondani. Ami nem pusztán hazugság, meg tódítás, hanem szembeköpés, bocsánat, ezt mondom a tagállamoknak, mert arról próbálja őket meggyőzni, ami nincs. És ami nem is lehetséges, és ugye már hoztunk egy politikai döntést arról, hogy tagjelölté tettük. Nem mindenki fog erre emlékezni, mert ugye sok-sok tárgyalás, beszélgetés zajlik magával az Európai Uniós csúcsokkal kapcsolatban, sokat beszélünk sok-sok dologról a háborúval kapcsolatban is, de az a döntés is, tudva levőleg, és maguk az érintettek is, mármint hogy a bizottság és az Európai Intézmények is elmondtak, hogy ez egy politikai döntés volt, nem azon az alapon jött létre, hogy a tagjelölté válásnak a feltételét teljesítette volna Ukrajna. Egy háborúban álló szerencsétlen ország, ami a túléléséért küzd, aminek valóban joga van a segítségre, bár jobb lenne azt a segítséget, illetve ezt a felfogást a realizmus alapján újra gondolni, ezért kérje a miniszterelnök, hogy a stratégiát Ukrajnával kapcsolatban egyáltalán üljünk már és vitassuk meg, hogy lássuk, hogy mit akartunk, nem lett belőle semmi, mit kéne akarnunk, hogy lehessen belőle valami alapon, picit előrébb lépjünk. Szóval ebben a körülményben belehajszolják, beleígérgetik egy olyan folyamatba, ami nyilvánvalóan lehetetlenség, mert nem stimmel a valósággal. Egy háborúban lévő ország, romokban lévő infrastruktúrával, nem létező vagy működésképtelen bürokráciával, illetve közigazgatással, amelyet egyáltalán egyébként segélyből tartanak fönn, statáriális körülmények között működve, nyilvánvalóan nem felel meg semmilyen olyan kritériumnak, amiben az Európai Unióba, az európai integrációba vágyó bármely államtól megkövetelnénk. Mikor Charles Michel hazament rá egy napra, jött a hír 45-ször, hogy 1 milliárd eurót Magyarország megkap. Te még elhiszed ezt? Múlt héten ugyanígy megkérdeztem német Sziszitől. Ennél most már sokkal jobb hírek jönnek, hiszen mindenféle formációkból, meg kabinetekből az a hír jön, hogy a úgynevezett jogállamisági eljárások, meg egyebek kapcsán a mérföldkövek teljesítését illetően már nem tudnak tovább, tudják tovább húzni az időt, és ki fogják mondani, hogy teljesítettük, amit mi már hónapok óta mondunk, hogy itt a papír, ezt tetszettek kérni. Zoli, nem mi mondjuk, bocsáss meg. Hát ugyanígy létezik egy hivatalos uniós jelentés, amelyben leírják, benne, hogy mindent teljesít. Hogy is van a Besenyő Pista bácsi, mindig szóta, ide van írva betűvel, hogy ezt tetszettek kérni, megcsináltuk. Azt tetszettek kérni, azt is megcsináltuk. Tehát, de utána mindig van egy kis csavar a dologban természetesen, mert ha nem a bizottság, akkor majd a tanács, vagy valamelyik európai uniós szerv, ugye itt ne felejtsünk el, mindig beszélünk itt a veszettekről, akik ugye az Európai Parlamentet hangolják, akkor azok majd eljárással félemlítik meg, vagy vádolják meg, vagy közelítik meg a bizottságot, ami majd húzza az időt. Én hiszem, ha látom. Jó. Maradjunk ebben. Egyébként tegyük hozzá, megint csak az Európai Unió jogállamiságának nagyobb dicsőségére, az Európai Parlamentnek az ég egyet a világon semmi köze sincsen, igen, ehhez az egészhez. Mégis mindenbe belepont. Igen, de kiéreztették a szellemet a palackból, talán erről már beszélgettünk itt, amikor megengedték azt, hogy állásfoglalásokkal, meg nyomásgyakorlással, és hát remegő lábak vannak, és ritkán látok Európai Unió ügyekkel foglalkozó egyébként korábbi biztos, most nem akarom nevén nevezni miniszterünket, annyira feldúltnak és idegesnek, mint amikor talán 3 héttel ezelőtt, akkori kormányülés napján 2 biztos bement az Európai Parlamentben, és azt találták mondani, hogy valójában nem is folynak tárgyalások Magyarországgal, hiszen várjuk, hogy amit mi deklaráltunk, hogy végre kell hajtani, az végrehajtsák. Naponta beszélgetnek. Hetente kint vannak náluk beszélgetni. És volt, már bocsánat, pofájuk azt mondani, hogy valójában nem is folynak tárgyalások. Tehát
ott valami nagyon fura dolog zajlik Brüsszelben, amiben nyilvánvalóan nincsenek helyén a dolgok. Nem csak az nincs a helyén, hogy tagállamnak járó jogos forrást, aminek az szétosztási mechanizmusa az alapszerződésben leírva teljesen egyértelműen ideológiától, politikai bizonyoktól függetlenül kellene, hogy működjön, az a pénz jár nekünk, ez a pénz egyébként mindenkinek jár az Európai Unióban, a szétosztási mechanizmus teljesen átlátható, transzparens, megvannak az eszközök, hogyha valakinek ezzel baja van, hogyan lehet számon kérni, elszámoltatni, büntetés kiszabni, stb. Ez kiválóan működik, hogy ehhez képest kitaláltak egy olyan politikai eszközt, ami tulajdonképpen csapda, és ebből a csapdából nem is azok nem tudnak kiszabadulni, akikre kitalálták, hanem saját maguk. De erről talán már beszéltünk. Tehát keresem azt a formát, amikor azt az ígéretet, vagy azt, tehát úgy tudok ígéretet tenni, hogy egy elhiggye a másik oldal, eddig minden ígéretüket megszegték, teljesül, és amikor teljesül, akkor még nincs benne valami olyan csavar, ami azért még mégis ezt az ideológiai különbséget, hogy ahogy most fogalmazunk, hogy nem úgy táncolunk, ahogy fütyülnek, azt számon kéri. Nem látom ezt, én nem tudom elképzelni, nagyon nehezen látom ezt a pontot, még hogyha ebben a nagy alkudozásban ez így is vetődik fel. Ugye most azt feltételezem, én, vagy legalábbis legyen ez a magánvéleményem, hogy itt a 13-14-15-ei utolsó éves nagy csúcs találkozó előtt azt gondolják, hogy ez majd esetleg meghat minket, illetve beleszámít abba, hogy milyen álláspontot foglalunk el az előbb említett, előbb tárgyalt két ügyben, a büdzsé felülvizsgálata, illetve Ukrajna tagsága kapcsán, mert az ottani fejekben ez így van beledrótozva, hogy ezek összefüggenek egymással. Mi pedig mindig elmondjuk nekik, visszautalnék arra, amit az előbb mondtam, tessenek már odafigyelni, amit mondunk. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Az a pénz jár nekünk, tessenek ideadni úgy, ahogy az le van írva. A másik kettő meg a józan paraszti ész alapján kell végig gondolni, és semmi köze ahhoz, hogy minket itt revolvereznek, vagy zsarolnak azzal, hogy most majd, ha úgy gondolkodtok, akkor ideadják nekünk ezt a pénzt. Persze. A végén 3 percünk van. Muszáj valami. Kicsit olyan inkább személyes dolog. Azt mondja, bulvárosa. Legalább részemről. Részemről van személyes vetülete. 100 éves korában meghalt Henry Kissinger. És részemről a személyes vetülete mindössze annyi, hogy az én számomra ő volt az utolsó nagy világpolitikát alakító mogul, aki volt valaki. Szóval Henry Kissinger, aki, ha bejött az ajtón, akkor ő be volt jöve. Ha ő mondott valamit, akkor az mondva volt. És 98-99 évesen, még most is például orosz-ukrán háború kapcsán az egyetlen volt nyugaton, aki kristálytisztán látott. Te hogyan emlékszel rá? Hát ezt nem mondanám, hogy személyes viszonyom van hozzám, mert én sajnos vele személyesen sosem találkoztam. Munkatársaival, egyetemi oktatói tevékenységhez kapcsolódó emberekkel, igen, mert ugye történész lennék eredendően, és a diplomácia történet volt az egyik olyan terület, amellyel foglalkoztam. Ne felejtsük el, hogy a diplomácia című munkája, ami, hát tulajdonképpen sokan úgy gondolják, hogy már életében megírta a saját, vagy létrehozta a saját maga szobrát, ami szerintem enélkül is megállt volna, hiszen egy olyan, ahogy te is mondtad, egy olyan történelmi személyiségről beszélünk, akinek a képességét nem csak az bizonyítja egyébként, hogy milyen korszakokban, 70 vietnámi háborúban Nobel-békedély, a 70-es, 80-as évek amerikai belpolitikájában, pontosabban külpolitikáját befolyásolóan, de a belpolitikában is hogyan állt helyet, és hogyan folytatott egy olyan old school, a realitásokon alapuló, bár minden szempontból egyébként az amerikai érdeket figyelemben vévő és előtérbe helyező tevékenységet folytatni, ez egy mértékadó személyisége volt az elmúlt évtizedeknek. 100 év önmagában is egy hosszú idő, ugye Churchill volt hasonló befolyással szerintem a saját országa, illetve kultúrájára. Valamelyik ilyen megemlékezésben láttam, hogy ő volt az utolsó olyan amerikai, aki erre képes volt még. Hol vannak hozzá képest a mostaniak? Hol van az az új ember, most Fukuyamát jutott eszébe szegény, aki képes volt olyanokat leírni, hogy vége van a történelemnek, meg hogy most már ez a liberális demokrácia lesz a tökéletes berendezkedés a világon, és aki nem igazodik hozzá, az a történelem szemétdombjára vagy süllyesztőjébe kerül. És egy olyan iskolában, vagy egy olyan országban, ahol volt egy olyan iskolateremtő személyiség, aki a józanész alapján, tudván az, hogy a történetnek sosincs vége, mindig az emberi tevékenység, döntések befolyásolják, képes volt azt belátni, amikor a saját országa, vagy a saját kultúrája rosszat lép
lásd Ukrajnával kapcsolatos dolgok. És ezt nem csak képes volt belátni, vagy mondjuk egy katedrán elmondani, hanem elutazott ide-oda, és most tudom, megint meg fognak minket vádolni azzal, hogy mi Putyin, nem tudom, pincsiei vagyunk. Putyin elnök talán 10-szer találkozott vele, valamelyik ilyen róla nyilatkozó kommentben láttam, de ő is úgy emlékezett meg róla, hogy talán az utolsó amerikai volt, akivel le lehetett ülni, beszélgetni a legnehezebb körülmények között is, mert mindig megvolt az a respekt, amivel a másiknak a szempontjait, logikáját is megpróbálta megérteni, még ha nem is értett vele egyet. Hát ezt a világot mindnyáján visszasírjuk, mert úgy békét teremteni, úgy helyre rakni a dolgokat Ukrajnában, az Oroszországgal való viszonyban, vagy akár Európa jövőjét, illetően ne felejtsük el. Az egyik utolsó mondás, ami volt, Németország túl sok külföldit, túl sok, nem ezt mondta ki, de ezt gondolta, túl sok muzulmánt engedett be a saját területére. A következményeivel nem fog tudni mit kezdeni. Tehát ilyen egyenes mondatokat mondó történelmi alakokra nagy szükség lenne, és hát amikor a miniszterelnök ezt megpróbálja megtenni, akkor látjuk, hogy mit kapunk, bárcsak lenne még vagy egy tucatnyi olyan ember, akinek a szavára odafigyelnének a világban. Zoli, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót kívánok. Viszontlátást.